Így is lett volna lehetőségem kimaradni Olaszországból, szerettem volna olyan mást, valami újat. Jó játékosnak tartom az Attilát, én fiatalkora óta ismerem, dolgoztam vele. Remélem, hogy le tudjuk igazolni. 3 hete még csak reménykedett Balajca Szabolcs, hogy sikerül szerződtetni az Újpestnek a 26 éves válogatott középpályást, Filkor Attilát. A 10 éves légióskodás után hazatérő futballista szerdán már a lilafehérek játékosaként nyilatkozott a klub hivatalos szezonnyitó sajtótájékoztatóján. Hosszú idő után először válaszolt a magyar újságíró kérdéseire. Filkor Attilának hívnak, 10 év után jövök a Olaszországból. Először szeretném megköszönni a klubnak, hogy Újpestnek megadta a lehetőséget, hogy a csapatot focizhassa. Szeretném bebizonyítani, hogy ide való játékos vagyok. Filkor Attilának június 30-án járt le a szerződése az AC Milánnál, így szabadon igazolhatóvá vált. A középpályás lehet, hogy akkor is hazajött volna, ha érvényes szerződése van az olasz klubbal. Így is lett volna lehetőségem kimaradni Olaszországból, szerettem volna olyan mást, valami újat. Mondom még egyszer, szeretnék erre az 1 évre koncentrálni, hogy aztán utána majd mi lesz, azt nem tudom. Tavaly a 6. helyen végzett az Újpest, ám a nyári felkészülés alatt nagy volt a játékos mozgás a lilafehéreknél, hiszen több meghatározó játékos is távozott. Filip Stanisavjevic, Dusan Vasiljevic és Kim Ojo is visszatért Belgiumba. Az érkezők táborát erősíti a Chelsea sztárjának öccse Kilian Hazard, emellett Kánoki kis Dávid, Windecker József, és persze Filkor Attila is, aki kisebb sérüléssel bajlódott a felkészülés során. Azon vagyok, hogy a legjobb teljesítményet nyújtjam, mindig a következő meccsre koncentrálni, remélem sérülésmentesen tudok játszani, és tényleg a legjobbakat, mert a klub tényleg mindent megtesz annak érdekében, hogy minél erőlebb végezzünk. Az Újpest hazai pályán fogadja a Paks együttesét szombaton 6 órakor az NB1 nyitófordulójában.